Idén nyáron is kizárólag bérelt faházakban lehet gombát, mézet és erdei gyümölcsöt árusítani Gyergyószentmiklós közigazgatási határain belül az út mentén. Korábban elsősorban a Gyilkos-tó felé vezető úton okoztak gondot az engedély nélküli árusok. Az önkormányzat néhány éve szigorúban lép fel az illegális erdei gyümölcs és gombaárusok téren. Nyaranta csak erre kijelölt helyen a várostól bérelhető egységes faházikokban lehet bármit is árusítani az út mentén. A bódék bérleti joga versenytárgyaláson nyerhető el. A házikokat a Pongrácz tetőn helyezik el. A cél kettős, egyrészt a forgalmas útszakaszon biztonságosabb lesz a közlekedés, illetve az árusítás is törvényes keretek között zajlik. Ezek a faházak a Pongrácz tetőn vannak, és ide várnak minden egyes érdeklődőt a licitre, akit mézet vagy mézzel kapcsolatos termékeket, kézműves termékeket, erdei gyümölcsöket, gombát szeretne árusítani. A licithez szükséges dokumentumcsomót itt az önkormányzat ügyfélfogadójában lehet átvenni naponta 8 és 3 óra között. A szóvívő hozzátette, a helyi rendőrség az idén is fokozottan odafigyel arra, hogy mindenki tartsa be a rendelkezéseket. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy csak is a bérelt faházakat lehet kereskedelmi tevékenységre felhasználni. A kiágásokat szigorúan bünteti az önkormányzat.